Tudd meg tehát. Én a te istenednek egy karja vagyok. Maga az Isten. Én voltam a legelső élőlény. Felső részem a tüzes nap. A nap sugaraiban élnek a meghalt emberek lelkei. A nap maga az Isten. A lét eszenciája nagyon drága portéka. Ebből egész nemzedékek évszázadok alatt kaphatnak egy órát. Aki ebbe belenyugszik, az belenyugodott abba, hogy meghalljon, mielőtt megszületett volna. Aki azonban már véglegesen a méreg rabja lett, az minden nap szakítson magának 14 órát. Ez a 14 óra egyenlő 400 generációnak 8000 éves életével. De számítsunk csak 5000-et. Egy nap alatt tehát 5000 esztendőt élek. Egy esztendő alatt ez körülbelül 2 millió évet jelent. Ha az opium szívást, mint kifejlett erős férfi kezded, és nagy gondot fordít az testi épséget fönntartására, amelyet legjobb ügyes orvosra bízni, akkor 10 esztendeig is elélhetsz. Végül 20 millió éves korodban nyugodtan hajthatod fejedet az örök megsemmisüléséges párnájára. Előtte azonban a szenvedések még soká tartanak. A világosság reggel harsogó akkordokban dübörög végig az utcákon. Ha jól értem, ez a kis történet egy ópium szívó önvallomása. Gratulálok. Ön roppant érzékletesen ír a novelláiban. Mondja csak, honnan ez a beható ismeret? Ha orvos lennék. Vissza, vigyen vissza! Álljon meg! Gizella, hogy... Álljon meg! Hagyja már abba! Állj! Jó. Nem sokára visszamegyünk az intézetbe. Gizella! Állj! Eli! Hagyja abba! Állj! Hagyja abba! Állj! Állj! Hagyja abba! Hagyja már abba! Winter professzor úgy határozott, hogy én vezetem a további kezelését. Gyakrabban fogunk találkozni. Gizella! Gyakrabban találkozunk a jövőben. Megértette? Jó. Van valami kívánsága? Igen. Jó. Mondja el. Vágjuk ki az agyamat. 1913. november 1-e. Minden szentek napja. Az utolsó héten horribilis mennyiségre szökött fel a morfium adagom. Sokszorosan felülmúlja az eddigi legnagyobb adagokat. Gyalázatos kudarcok. Nulla sor, nulla betű. Anna. Ezt nem mutattam. Még senkinek sem. Nagyon kérem, olvassa el. Ebbe benne van minden. Hogy tud ennyit írni? Thank you.
öljön meg. Meghalok, hogyha nem öl meg. Mit akar tőlem? Vágja ki. Nem tudom. Nem tehetem. Kérem. Kérem. Na és mostanában mivel foglalkozik? Rábukkant a következő témára? Azt hiszem, igen. És mi az, ha szabad megkérdeznem? A gonoszról